feltérképezésén túl. A dolgozatban sikerült esetleg kitörési pontokat vagy megoldási alternatívákat találni? Hát az ajánlásaink nem hiszem, hogy túlzottan sok újdonságot tartalmaznak. Végülis arra következtetésre jutottunk, hogy a deficitnek ez a mértéke nem fenntartható. A kiadások csökkentése az, amelyik rövid távon ebben megoldást jelent, és külön rámutattunk, hogy itt semmiképpen nem lehet az állami beruházások, az infrastruktúrális beruházások terhére ezeket a csökkentéseket véghez vinni, hanem valójában a transferkiadások, a különböző szociális juttatások azok, amiken tud az államháztartás rövid távon spórolni. Ezek a megállapítások önmagában a gazdaságpolitikai döntéshozók számára nem újdonságok. Tehát mindegyik megállapítás, amit a dolgozatban tettünk, mert a körülmények feltérképezése, az lehet, hogy újdonságszerű, mert viszonylag összefoglalt, viszonylag logikus, egy helyen található, de azt hiszem, hogy mind a magyar közgazdasági életben, mind a gazdaságpolitikában ezek a felismerések már élnek, és azt hiszem a gyakorlati döntések egy részét is hasonló megállapítások azok, amelyek motiválták. Ettől függetlenül a tanulmánynak van-e felvevő piaca? Én azt hiszem, hogy felvevő piaca nem annyira a tanulmánynak van, hanem egy kis szerencsével a tanulmánykészítőinek lehet. Végülis mind a ketten olyan témákkal foglalkozunk, amelyek, ha nem is annyira piacképesek, de legalábbis ma azt hiszem Magyarországon nagyon fontosak. És gondolom, hogy mind András, mind én a pályánkat is olyan helyeken, olyan intézményekben szeretnénk folytatni, ahol ezekkel a kérdésekkel a gyakorlatban is foglalkozhatunk. Ebből a szempontból egy ilyen dolgozat megírása már előtanulmányként is nagyon jó, azt hiszem, és mind nekünk, mind pedig a későbbi munkáinknak hasznára válhat. Egy darab befektetési alapot hozzon létre az állam, és ennek a befektetési alapnak a jegyeire cserélje be a kárpótlási jegyeket. Most, hogy aztán, hogy ebben mik kerülnek bele, az végül is politikai döntés, de ezzel lezárható a folyamat. Azt kell megoldani, hogy az újonnan kijövő kárpótlási jegyeknek a árfolyama milyen legyen. Hát ezt meg kell határozni, hogy ezek után minden egyes új jegy után az állam mennyi vagyont juttat ennek az alapnak, és akkor végül is az megoldható, hogy ezentúl minden kárpótolt a jegyéért ugyanannyit kapjon. Szabad így fogalmaznom, így eladhatóbbá vált ez a tanulmány? Hát én gondolom, hogy pénzügyminiszter úr annak idején ő foglalkozott kutatással, tehát ő olvas esetleg tanulmányokat. Ott van egyben egy konkrét megoldási javaslat, el fog jutni hozzá. A hét vendége Pál László, ipari és kereskedelmi miniszter. Jó estét kívánok! Jó estét. Miniszter úr, ön olvas ilyen elméleti tanulmányokat, dolgozatokat fiatal közgazdászoktól? Elég sok tanulmányt olvasok. Nem csak közgazdászoktól, mérnököktől is olvasok. Fiatal menedzserektől elég sokat olvasok. Külföldiektől is hozzátartozik a munkakörhöz. És van praktikus haszna? Valaminek nagyon sok haszna van. Nagyon sok gondolatot ébreszt. Esetleg egy tárgyás irányvonalat megváltoztatja, hogy ez tanulmány. Érdemes, ha odafigyel.